Kutyák mozgásszervi problémái és azok jelei. Hát ez egy olyan kérdés, amiről én magam is nagyon hosszan tudnék besélni, vagy, vagy hosszan tudnám elemezni, hiszen leginkább ez az a témakör, amivel én, én nap mint nap foglalkozom. Itt úgy próbálom csoportosítani a választ, hogy vannak mozgásszerű problémák a kutyánál, amelyek öröklött jellegűek, vagy akár szerzet jellegűek. Az is fontos, hogy a felnőtt korban, vagy a fejlődés időszakban jönnek ezek a mozgásszerű problémák létre. Ezeket mind-mind másképp közelítjük meg, és általában a gyógykezelési hatékonyságuk is más és más. A mozgásszerű problémák sántaságban nyilvánulnak meg. Hogy a sántaság egy végtagot érint, vagy többet, ez attól függ, hogy milyen szervrendszeri problémáról van szó. A meg másik megnyilvánulási formája akár a bénulás is lehet. A bénulás nem, nem azonos a Sántasággal, itt arról van szó, hogy egy vagy kettő vagy három, uram, bocsánat, mind a négy végtag, vagy csak a két hátulsó, vagy csak a két előső végtag a beidegzése nem normális, és ilyen formában az állat nem képes normálisan terhelni, akár húzza is a végtagot a földön. A Sántaság hátterében fájdalom áll. És ez fontos leszögezni, hiszen például a fiatal korban az izületi fájdalmak mögött általában örökletes izületi problémák, például a vagy tértkalácsficam, vagy, vagy mondjuk válizületi porcleválás áll, ezek fájdalmat okoznak, és ilyen módon sántaságot. Ha ilyet tapasztalunk, akkor minél hamarabb fordulunk állatorvoshoz, a megoldás is annál hamarabb érkezik meg időskorban, felnőtt korban és időskorban inkább a kopásból származó mozgásszerű fájdalmak, izületi fájdalmak a, 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 mérvadóak vagy a gyakoriak. Ezeket általában az artrózis okozza, az izületi kopások, vagy degeneratív izületgyulladások okozzák. Ezek jellemzően startfájdalmat okoznak, az azt jelenti, hogy amikor az állat pihen, Utána jelentős a sántoság, és aztán ez fokozatosan a járással enyhül, tehát kvázi bejáródik, bemelegszik az izület. Másik, ami időskorban gyakori mozgásszerű probléma, az a gerinc eredetű mozgászavar, azok már neurológiai problémákat jelentenek. A két hátulsó végtag jellemzően nagyobb arányban érintett a megbetegedésekben, ilyenkor a kutya részleges vagy teljes bénulást szenvedhet el a bénulási jelei, az első, első pici jelei, amikor a kutya elkezdi a körmét húzogatni, kicsit a fara gyengébb, billeg, akár mönöken járás jöhet létre, tehát egy vonalban próbál a kutya járni, egyensúlyzavarai vannak, ilyenkor minél hamarabb fordulunk állatoroshoz, annál hamarabb tud az állatoros ezen segíteni.